A válogatott Nemzetek Ligája meccsei miatt az elmúlt hétvégén nem rendeztek fordulót az élvonalban. A kisvárdai szakmai stábnak így két hete volt arra, hogy felkészítse a csapatot az üllői úti vendégjátékra. Volt mit gyakorolni, mivel a várdaiak legutóbbi két meccsüket elveszítették úgy, hogy a Honvéd és az Újpest ellen hazai pályán összesen 7 gólt kaptak és mindössze egyet szereztek. A fő feladat így a védelem stabilizálása volt. Sok mindent átvettünk. A védelemnek a megszilárdítása a fő célpont, ugyanis az elmúlt fordulókban elég sok gólt kaptunk. Remélem, hogy ez sikeresen fog véghez venni. A 29-szeres bajnok Ferencváros ebben a szezonban is jól szerepel. Már a zöldfehérek a legutóbbi fordulóban vereséget szenvedtek Szombathelyen, hosszú ideje az első helyen állnak a táblázaton. Ők vezetik a tabellát, úgyhogy én személy szerint nehéz meccsre számítok, főleg Pesten. A Grupama arénába. Személyesen volt már szerencsém ott játszani, egy igazi szép stadion és jó millió. Remélem, hogy sok néző fog kilátogatni a meccsre. Úgyhogy hát nyilván nagyon nehéz mérkőzés lesz, mert nekünk minden meccs úgymond nehéz, meg kiki meccs. Úgyhogy remélem, hogy sikeresen vesszük majd ezt az akadályt. A hazai pályán is azért elég sokáig pariba voltunk velük. Úgyhogy igazából ez a fő célpont, hogy biztos védekezés, aztán abból kontra, illetve pontrugásokból sikeresnek lenni. A Ferencváros Kisvárda mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Grupama arénában. A 15. forduló további párosítása a következő: Budapest Honvéd Mezőkövesd, Újpest Paks, Puskás Akadémia Szombathely, Diósgyőr MTK Budapest és Debrecen Molvidi FC.